Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alább hagy. Végül szegény állat, vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem javasoljuk karácsonykor élő állat ajándékozását szeretteinknek, hiszen egy felelősségteljes döntésről van szó, ami akár 15-20 évre is megváltoztathatja életünket, főleg a kölykök, azok, akik nagy törődést igényelnek, szétrághatnak lakásunkban, dolgokat játszanak, többször kell őket vinni, sétálni, valamint különböző dolgokra megtanítani. Ezért jól gondoljuk át, hogy mikor ajándékozunk szeretteinknek kiskutyát. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csak egy háromnapos vagy szezonális csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára.